Sziasztok! Köszöntöm a Petőfi Rádió hallgatóit és a Grindex.hu YouTube csatornájának a nézőit. Ez itt a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsora. Én Puskás Dalos Peti vagyok, előadó művész, és itt van velem. Novák Zsombor, a Grindex újságírója. Sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat. És hát a mai, mai vendégünk Szőlősi Réka, a fenntartatósági szakértő, és egy olyan témáról fogunk beszélgetni, ami számomra nagyon fontos, hiszen az én érdeklődésem a fenntartatóság iránt az a, az, az, étkezésemmel kezdődött, hogy egyszer csak vegán lettem, és azóta Havasgatok, meg nyilván sokat vitázok ezzel kapcsolatban, de hát von nemrég ö, akadtam rá egy felmérésre, egy nagyon friss kutatásra, hogy a magyar emberek 95%-a szorong a klímaváltozás miatt, viszont összesen 5%-a az, aki szeretne valamit tenni, és hát talán még kevesebb százaléka az, aki ezt az étkezésével tenné meg legelőször, vagy azzal kezdené ezt a változást. Szia Réka, köszöntünk itt a stúdióban! Sziasztok! Uh, úgyhogy tegyük egy kicsit helyre ezt a dolgot, hogy, hogy tényleg az étkezésünkkel tudunk-e valamit tenni a klímaváltozás ellen? Peti, jó hír az, hogy igen. Tehát tudunk, tehát hogy nem hiába és, kezdtem el. És, és egy felméréssel kezdted, én meg, rá válaszolnék egy másik felméréssel, amit 2018 óta készítenek az Európai Unióban, és egy nagyon klassz dolog, mert azt mutatja meg tagországokra lebontva, hogy az ő saját ökológiai lábnyomunkban, mint átlag emberek vagy fogyasztók, az életünknek melyik területe hány százalékot tesz ki körülbelül. És az a helyzet, hogy ahhoz képest, hogy az étkezésünk önmagában ennek a nagy tortának a 40%-át adja, szerintem nagyon keveset beszélünk róla. Beszélünk elektromos autókról, háztartási gépek energiafogyasztásáról, fűtésről, ugye az idén az energia árak miatt, de valahogy az étkezés az nem kerül szóba. Pedig ez majdnem százalék azért azt mutatja, hogy bizony. Megint azt mondom, hogy átlagemberként leggyorsabban legtöbbet itt tudnánk tenni, azért, hogy fenntarthatóbb legyen az életmódunk. Egészen döbbenetes ez a százalék, tehát rögtön, hogyha így, hogyha így, így bele, belecsaptunk a közepébe. Ö, mert igen, én is sokszor azt olvasom, hogy igen, hát jó van, én elektromos autóval járom, és akkor ezzel le, letudtam a fenntarthatóságot, de ez hogy jön össze? Tehát, hogy, 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 hogy maga a szállítás, a mezőgazdasági területek, a, a, hogy, hogy honnan jön össze ez a 40 százalék? Az a helyzet, hogy nagyon kevesen tudjuk azt, hogy... Ahhoz, hogy az emberiség megoldja a klímaválsággal kapcsolatos összes problémát, meg hogy egyáltalán, amire szintén szükség van, hogy helyrehozzuk azokat a károkat, amiket eddig tettünk a környezetünkben, ahhoz muszáj hozzányúlni a globális élelmiszertermeléshez. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ezt a hatalmas hangyabolyt, amivel tulajdonképpen a Földet, hogyha fölülről megnézzük... A minden pillanatban valamilyen élelmiszert a learatnak, szállítanak, feldolgoznak, beraknak a boltba, otthon megfőzöd. Ezt az egész nagy, bonyolult rendszert, amit úgy hívunk, hogy élelmiszerrendszert, ezt meg kell változtatni. Most fogyasztóként ugye ez azt jelenti, hogy ahhoz is hozzá kell nyúlni, amit eszünk. Az előállítóknak, a mezőgazdasági termelőknek meg hozzá kell nyúlni ahhoz, amit ők csinálnak. És azért kell hozzá nyúlni, mert az a szomorú helyzet van, hogy az emberiség az elmúlt... 50-60-80 évben olyan gyorsan elkezdett növekedni, és olyan sok élelmiszerre lett hirtelen szükség, hogy a saját csapdánkba estünk, mert nagyon sikeresen megelőztük az éhínségeket, mondjuk az 50-es években ugye annak köszönhetően, hogy új gabonafajtákat nemesítettek ki, újfajta mezőgazdasági módszereket alkalmaztak, ezzel meg lehetett előzni azt, hogy csomó ember meghalljon egész egyszerűen az 50-es, 60-as években. Csak hát ugye ennek sajnos túlfutottunk a hatásaival a hasznosságán, és most ott tartunk, hogy döbbenten áll az emberiség azért a probléma, hogy a talajokat kizsákmányoltuk, hogy a szárazföldi területeinek a Jelentős része ma már nem természetes vagy természeti környezet, hanem egy művi, művelés alatt álló valami. Mindenki hallotta, hogy baj van a biológiai sokféleséggel, hogy nagyon gyorsan pusztulnak ki a fajok. Ez is nagyon nagy mértékben a mezőgazdaságnak köszönhető, mert ezeken a hatalmas homogén táblákon nem tud már a, a biodiverzitás úgy megmaradni. Szóval szó szumárum, abban a tudomány teljes mértékben egyetért, hogy ehhez hozzá kell kezdeni és hogyha az ember levezeti az egyenleteket, hogy kisebb helyen több élelmiszert kell termelni, hiszen egyre többen leszünk, de kisebb környezeti hatással, akkor ebből nagyjából elég egyértelműen le lehet vezetni józan paraszti észel is, hogy mivel a haszonállattartás a mezőgazdaságon belül az a, az a, terület, amelyikre legtöbb gond van, arra fordítjuk a legtöbb területet az állatok tartására, megetetésére. A összes környezeti probléma közül, akár az ivóvízre való hatás, akár a, a növényvédőszerek használata, ugye a takarmányok előállításához, mind-mind-mind olyan tényező, ami miatt biztos, hogy a haszonállatok számát a Földön csökkenteni kell. Na most, hogyha csökken az állatok száma, az embereké meg növekszik, akkor ez elég egyértelmű, hogy per fő egyre kevesebbet tudunk már csak emiatt is enni. Úgyhogy Ebből pedig az következik, hogy gyakorlatilag nekünk fogyasztóként, ahogy az elején mondtam, ha tenni akarunk a lehető legegyszerűbben azért, hogy a környezetünket védjük, akkor nincs más hátra, mint az állati eredetű élelmiszereknek az arányát a táplálkozásunkba csökkenteni kell. Most elmegyünk egy rövid szünetre, de rengeteg mindent mondtál, és, és azért is örülök, hogy beszélgetünk erről, mert tényleg a táplálkozásunkat övezi a legtöbb hazugság, és hát bízom benne, hogy ebben a rövid időben azért tudunk tisztázni egy-két dolgot, de hát maradjatok velünk itt a Petőfi Rádión, hiszen hamarosan jövünk vissza holnap után a Grindex fenntartatósági műsorával. Maradjatok velünk! folytatjuk a holnap után a Grindex fenntartatósági műsorát, és itt van velünk Szőlősi Réka fenntartatósági szakember, és hát a táplálkozásról, az élelmiszeriparról beszéltünk, és hát én úgy fogalmaztam az előbb, hogy, hogy, hogy rengeteg hazugság övezi a táplálkozásunkat, de most átfordítanám, hogy igazából nem is hazugság, hanem nem tudásról beszélünk, hiszen nekem van egy kis szőlősöm, és, és, és amikor először lementem oda, akkor jöttem rá, hogy amit én a boltban megveszek, és tök természetesnek tartok, hogy jó, veszek egy kis gyümölcs, vagy bármit meg tudok vásárolni, az mennyi, mennyi erőforrással, mennyi munkával, és mennyi tudással jár, hogy én akár egy, egy szőlőt le tudjak aztán később szüretelni. Igazam van ebben? Teljesen. Tehát szerintem az egész étkezés, azt gondoljuk, hogy az ember a Étkezni mindenki tud, főzni mindenki tud, és ezért élelmiszert gyártani is mindenki tud. És aztán, amikor az ember elkezd ezeken gondolkozni, hogy te is, akkor jön rá, hogy tulajdonképpen amit erről kapcsolatban tudunk, azt inkább gondoljuk, mint tudjuk. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon erős kulturális, tradicionális, családi, nem tudom, milyen humán tudás bennünk, de valójában nagyon keveset tudunk arról, hogy hogy kerül az étel az asztalra, nem csak a gyümölcs, hanem bármi, amit előállítasz. És az arról is nagyon keveset tudunk, hogy annak az, annak az adott élelmiszernek az előállítása milyen környezeti, társadalmi, urambocsá, egészségügyi hatásokkal jár. Tehát, hogy ez egy ilyen. Szerintem az előttünk álló évtizednek egy nagyon fontos feladata a társadalomban, hogy ugyanúgy, ahogy elkezdtünk mondjuk az energiafelhasználáson gondolkodni, azért mert most jött egy ilyen sok, vagy elkezdtünk a közlekedésen gondolkodni, hogy azért most már egyre többen igyekeznek tömegközlekedni. Az étkezés a következő dosszié amiben bele kell nyúlni, csak ebbe azért lesz nehezebb, mert ez tényleg mindenki meggyőződése vallja, hogy ő ezt tudja, és a amit nagyapám, amit csinált, az nagyon jó lesz úgy, és bizony szerintem az életünknek ez a területe lesz az, ahol az elkövetkező tíz évben a legtöbb változás lesz. De bennem az merült fel, hogy ugye arról beszélünk, hogy élelmiszer, ipar, és hogy nem az okozza -e alapvetően a problémát, hogy itt egy iparról beszélünk. Tehát, hogy létrehoztunk egy iparágat, ami valami olyasmire irányul, amit korábban iparágak nélkül is el tudtunk látni, és ugye itt szóba kerültek a nagypapák, illetve az idős emberek, meg az ősök tudása. A nagymamák főleg. A nagymamák főleg, hát, vagy aki felásta éppen a kertet. Nem kellett volna felesni, mert ugye a Talajművelés, mindegy. Szóval... De hát minden vegán mögött egy szomorú nagymama áll, ez is egy fontos mondás. Igen. Szóval csak az jutott eszembe erről, hogy, hogy lehet, hogy inkább más irányba kellene elindulnunk, és egy picit vissza a gyökerekhez, sokkal inkább a helyi mezőgazdaság, a helyi termelés felé elindulni, mert az, igazából azok a problémák, amiről beszélünk, az pont az iparszerű mezőgazdaság és az iparszerű élelmiszer termelés okozta. Most akkor így a ketten, amit mondhatok, ezt össze kéne tenni ahhoz, hogy Saját magat, magatoknak mond, vagy egymásnak mondhatok ha szóval Peti mondja, hogy lemegy a szőlőbe, és látja, hogy iszonyat munka azt megművelni. Na most nem tudom, hogy így akár csak egy hármunk közül melyikünk lenne hajlandó ezentúl mondjuk minden nap hajnal négykor fölkelni, szombat, vasárnap állandóan dolgozni, 40 fokba dolgozni, és innentől kezdve az életét nagyon kevés pénzért ennek szentelni. És lehet, hogy mi hárman ezt megcsinálnánk. Zárójel, én nem, nem, szerintem én nem. nem. Az első sor után azt gondoltam, hogy van kevesebb. De, hogy a de, kell. de szóval az a helyzet, hogy mondjuk nagypapádat említetted, sokkal többen vagyunk a Földön, és egyszerűen biztos az, hogy mennyiségben úgy fogjuk tudni előállítani azt a rengeteg élelmiszert, ami szükséges, hogyha nagyon modern, hatékony, de környezetkímélő módszerekbe gondolkozunk azért, hogy vissza tudjunk adni egy kicsit a természetnek. Jó? Tehát, hogy az nagyon fontos, hogy a területekből vissza kéne vadítani, biodiverzitás csak úgy lesz. Tehát ava meg kell barátkozni, hogy ez egy önállítás, hogy majd a patakparton, meg a lakótelepen, nem tudom, mindenki a, a, az erkélyen ellátja magát. Egész egyszerűen azért nem, mert a társadalom megváltozott. Tehát nem tudunk visszahozni egy olyan művelési módot sok szempontból, mennyiségből, stb. stb., stb. amit Teljesen más társadalomba csináltunk, tehát az lenne fontos, hogy mindenki azt lássa, hogy, hogy, hogy ennyi embert ellátni ma már nem lesz egyszerűen lehetetlen, mert nincs annyi. Kézi munka, nincs annyi ember, aki hajlandó ezt csinálni. Tehát De én modernitás... Itt is látok egy kis ellentmondást, mert hogy ugye arról beszélünk, hogy természetes, természetközeli megoldások, fenntarthatóbb mezőgazdaság, viszont én nagyjából azt látom, hogy ami ilyen, az munkaigényesebb sokkal, mint ami az Hát Azért látjuk irányban ezt, mert van. nem értünk hozzá. Tehát, hogy a, a high-tech az ugyanúgy bele fog férni. Tehát össze, ötvözni kell ezt a nagyon erős hm. tudást. Most mondok egy példát, például gombafonalak vagy baktériumokból lehet kiváló fehérjét és olyan húsnak kinéző és egyébként jobb tápértékű alapanyagokat majd előállítani. Tehát, hogy ezt kell látni, hogy hogy az innovációnak így lesz szerepe, hogy igenis van olyan módszer, ki tudnunk találni, vagyunk anokosak, hogy környezetet kíméljük, és mégis legyen mindenkinek... Tenni. Tehát alapvetően azt mondod, hogy, hogy könnyen lehet démonizálni egy iparágat, de inkább azt kell megnézni, hogy hogyan lehet ezt az iparágat módosítani, megváltoztatni egy olyan irányba. Mert van, hogy nélkül nem tudunk elbodogni. Mert, mert ez az, az, egy, az egy, az egy hippi álom, hogy gyakorlatilag én tényleg a kertben majd megtermelek mindent, ami egész évre kell. Jó, most elmenjünk egy rövid szünetre, de akkor beszéljünk ezekről a változásokról majd, hogy mégis akkor milyen módszerekkel tudjuk megváltoztatni ezt az iparágat, és miben tudunk bízni a jövőben. Most elmegyünk egy rövid szünetre, de maradjatok velünk itt a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsorával. Sziasztok, folytatjuk a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsorát itt a Petőfi Rádion. A mai vendégünk pedig Szőlősi Réka, élelmiszeripari elemző, fenntartósági szakértő. És ugye itt az előzőekben már egy kicsit kapargattuk azt, hogy milyen problémák lehetnek az iparszerű mezőgazdasággal, meg az élelmiszer termelés ipari mértékű vagy ipari léptékű alkalmazásával, de most már azt is tudjuk, hogy enélkül azért mégiscsak nehezen képzelhető el 8 milliárd embernek az élelmiszer ellátása. Viszont akkor egy picit beszéljünk arról, hogy hogyan lehetne mindez fenntarthatóbb, hogy amellett, hogy élelmiszer is jut mindannyiunk asztalára, amellett a környezetet sem tesszük tönkre teljesen. Ugye az elején mondtam, arra van szükség, hogy a rendszernek az összes elemét elkezdjük megváltoztatni, tehát legfölül szükség van olyan szabályozó rendszer, ami arra ösztönzi a mezőgazdaságot, meg az élelmiszer feldolgozó cégeket, hogy minél inkább fenntarthatóan működjenek. Ugye itt a mezőgazdaságnál jelenleg is tudjuk már azt, hogy a regeneratív mezőgazdasági módszerek felé kell elmenni, Ritkán beszélünk még Magyarországon fogyasztók a talajokról, annak a fontosságáról, hogy itt nagyon nagy baj van, és hogy azokat rendbe kell hoznunk. Ez nyilván egy, egy szakmai kérdés, de az biztos, hogy itt itt van szükség az egyik legnagyobb és legjelentősebb változásra. Itt nagy szerepe van a különböző nemzetközi szervezeteknek, akár az Európai Uniós szabályozásnak, támogatáspolitikának abban, hogy milyen irányba próbálja elnyomni a mezőgazdasági termelést. Ugye azt tudni kell, hogy ez azért nem lesz könnyű, mert hát itt mondjuk pont az EU-ban a támogatáspolitika azért egy évtizedek óta egy beállt struktúra szerint működik, generációk nőttek fel abban a szerkezetben, tehát itt ez egy ilyen nagy politikai jobbra-balra fordulást, vagy egy ilyen elmozdulást fog igényelni, ami nem könnyű érdekeket sért. Nagyon nehéz az gyártókat is, vagy az ő helyzetük, mert ugye ott meg az van, hogy rengeteg-rengeteg cég van, és itt a versenyképesség, mert az Európai Unió az egy nyitott piac, és a fogyasztásunk sajnos, és itt a fogyasztóknak is van egyfajta felelőssége, az mindig az olcsóbb árukeresésére irányul, tehát jelenleg az élelmiszerpiacon a, az akcióknak az évtizedeit éljük, és emiatt ugye nyilván az egész piac úgy működik, hogy egyre olcsóbb legyen minden. De talán, Most, hogyha fenntarthatóbb ezek A támogatások, irányba, amiket említettél, tehetnék lehetővé azt, hogy azok kapják inkább a támogatást, akik olyan élelmiszereket termelnek, amelyek fenntarthatóbb módon. Így, így van, tehát a támogatások azok az alapanyaggyártóknak szólnak alapvetően, és ugye az élelmiszergyártó pedig abból tud dolgozni, ami van. Tehát a jobb alapanyagokat kell környezetkímélőbb módon előállítani. Az élelmiszergyártóknak figyelve egyébként a tápanyaggal kapcsolatos problémák. És is újfajta termékeket kell az asztalra tenni, amelyek szükségszerűen drágábbak lesznek. Ugye most itt vagyunk benne egy ilyen inflációs időszakban, ugye azt látjuk, hogy azért ez nagyon nehéz a társadalomban látni, hogy a, hogy a egyre nagyobb részét mondjuk Magyarországon most már lassan a 30%-át költjük élelmiszerre. Ez most így nehéz kimondani, hogy drágábbnak kell lenni a jó élelmiszernek azért, hogy kevesebbet fogyasszunk belőle de érzitek, hogy valahol ez lesz az irány, hogy ne legyen egy túlfogyasztás, ne legyen élelmiszer pazarlás, mert ha drágábban veszem, akkor jobban vigyázok rá, kevésbé fogunk elhízni, hogyha kevesebbet eszünk, és jobb élelmiszereket kell lenni. Tehát valahogy ez egy kicsit ilyen idealisztikus iránynak tűnik, de, de én úgy érzem, hogy pont például a magas árak, most a, a húsárak vagy a sajtárak emelkedése azt teljesen jól mutatja, hogy most például aki növényi alapon étkezik, vagy nagyobb mértékben, az egész egyszerűen jobban, kevesebb pénzből ki fog tudni jönni. Tehát ez egy nagyon összetett folyamat, de a vége az biztos, hogy ez lesz, hogy hogy mindenképpen egy picit a mai választéknak a szerkezete az meg fog változni. Igen, hát egészen elképesztő, hogy amikor én beszélgetek erről, akkor amikor válaszolnak emberek számomra, akkor gyakorlatilag azon egy önellent mondásba keverednek. Tehát például szerintem például ilyen az egészség. Tehát hirtelen, hogyha vegánságról beszélek, mindenki dietetikus lesz, mindenki borzasztóan ért, mindenki kérdezi, hogy mit teszem, vagy hogy akkor én csak répát eszem, miközben összehasonlítanám, hogy én mennyire figyelek az étkezésem, és me mekkora választékból teszem össze a, a, heti menümet, akkor valószínűleg én győznék abban, hogy egyébként Biztos? hogy, hogy egy átlag ember az mit fogyaszt, és, és, és hány összetevőből teszi össze a, a, napi menüjét. És ö, azt, azt, hiszem, ezek azok, amik mindig ilyen sarokpontjai mi beszélgetésünknek, és mindig gyakorlatilag két percben kiderül, hogy hát végül is én egészségesebb étkezem, tudatosabban, és még kevesebbet is költök. Ez ez, 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 szerintem egy jogos dolog, nem? Hogy, hogy amit te is mondtál, hogy azt hiszük, hogy tudunk valamit az étkezésünkről, de valójában nem tudunk semmit. Igen. És vitatkozunk rajta, holott azt kell látni, hogy ehhez máshogy kell majd hozzáállnunk, tehát egyszerűen információt kell szerezni, és észre be kell látni, hogy bizonyos változtatásokra szükség van. Nem az én hitvilágomat kell a tiéd összehasonlítani, hanem meg kell tudni, hogy mit kell tenni. Igen, de hát nyilván ez az étkezés az egy valamiért egy nagyon érzékeny pont az embernél, és, val, és valójában tényleg egy, a, a legnagyobb magánügy, tehát hogy amikor mindig. Mi, ez, ez, ez egy tabu. Tabu. tabu, tehát tényleg azt érzem, hogy ez változatlanul egy tabu, de ahhoz képest amúgy, hogy hogy négy évvel ezelőtt hogy öt évvel, amikor elkezdtem a vegánságomat, és mindenki elföldelt engem, hogy jövő karácsonykor én már nem fogok a családdal együtt jól ki. Egész jól nézek ki, és egyébként egészen sokan lettek a családból nyitottak erre, sőt, akár vegetáriánusok is figyelnek az étkezésükre. Most megint elmegyünk egy rövid szünetre, de maradjatok velünk, hiszen beszéltünk már tényleg, hogy az iparágokban mit, vagy az iparágban mit kell változtatni, de akkor tényleg beszéljünk az egyéni felelősségről, és, és, és ezt a tabukat, ezeket döntögessük le. Úgyhogy maradjatok velünk, hamarosan folytatjuk a Grindex.hu műsorát a holnap után. Sziasztok! Folytatjuk a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági magazinját, és hát változatban itt van velünk Szőlősi Réka fenntartatósági szakértő, és hát úgy fejeztem be ezt az egészet, hogy döntögessünk tabukat. És csak egy gyors példát mondanék erre, amikor a ö, felelősségvállalásról beszélünk, hogy én miért lettem vegán, vagy miért gondolkodom a táplálkozással kapcsolatban a fenntartatóságról, hogy például Na, mindig ezt a példát hozom fel, hogyha az egész környékünkön egy fa van, ami az én kertemben van, ami, ami tiszta levegőt szolgáltat, akkor végül is az magánügy, vagy nem magánügy. Akkor végül hogy az én területem van, én kivághatom, mert végül ez az én fám, vagy gondolkodnom kell a közösséggel kapcsolatban, és hogy végül ez az utolsó fa a környékünkön, és egy kicsit az gondolom, hogy a táplálkozás is ilyen, hogy oké, hogy ez, ezt én eszem meg, és én fizetek ezért, de el kell kezdenünk közösségben gondolkodnunk erről. És itt jön az egyéni felelősségvállalás ezzel kapcsolatban. Azért is örülök, hogy ezt mondod, mert én ugye, hogy 0-24-ben ezzel a témával foglalkozom most már évek óta, nekem is elég lassan esett le az, hogy itt Magyarországon nagyon szeretünk így panaszkodni, meg sajnálni magunkat, de abban nem vagyunk tisztában, hogy amúgy egyébként így a föld lakosságának a legszerencsésebb tagjai közé tartozunk, mert az a privilégiumunk megvan, hogy gyakorlatilag válogathatunk abban, hogy mit teszünk. Most így nyilván azokról beszélek, akik olyan anyagi körülmények között élnek, hogy a táplálkozáson tudnak egyáltalán gondolkozni, hogy mit tegyenek. Tehát, hogy első dolog, amit mindig így elmondok, hogy, hogy Európában, így Magyarországon is a következő évtizedben azt szem előtt kell tartanunk, hogy vissza kell adni a Európának, meg a jóléti társadalmaknak a, azoknak a. Azok, a föld azon irányai felé, akik, akiket eddig kihasználtunk. Tehát mondjuk az élelmiszer előállításban is a környezeti hatásunkat nagyon gyakran exportáljuk a fejlődő országok felé, ott termelik azokat az alapanyagokat. Pálmaolajról ugye máshogy szoktunk beszélni, de valójában mi, mi nagyon sokat abból fogyasztunk, de ott is tönkre megy a környezet. Tehát, hogy először is szolidaritást kell vállalnunk azokkal a társadalmakkal. Másodszorban, amikor arról beszélünk, hogy meg kell változtatni az étrendünket, akkor ez kifejezetten a jóléti társadalmakra vonatkozik elsősorban, tehát Magyarországra is. Tehát nagyon tévút az, aki azt mondja, hogy debezzeg Ázsiában is most elkezdtek húst tenni, meg tejteni, akkor mi nem tudunk mit csinálni. Ez, ez teljesen lényegtelen. Mi itt Európában túlfogyasztunk. Úgyhogy és akkor, ha megérkezünk Magyarországra, és megnézzük azt, hogy milyen a magyar átlagos étrend, akkor ezt ki kell mondani, hogy mind környezeti, mint egészségi szempontból rendkívül kedvezőtlen. Tehát azt nyugodtan ki lehet mondani, hogy bár van Magyarországon mindenkinek születetten egy fehérje alultápláltsági fóbiája, ez gyakorlatilag mindenki több fehérjét fogyaszt, most azokról beszél, akik valamennyire öm, normálisan tudnak táplálkozni, tehát eleget esznek, azok általában Magyarországon túl sok fehérjét esznek, és túl sok cukrot, meg sót, ellenben túl kevés rostot és zöldséget, gyümölcsöt, hüvelyes növényeket fogyasztunk. Tehát a jó hír az, hogy ha elkezdünk egy fenntarthatóság irányba gondolkodni, tehát kevesebb állati eredetű termék, több növényi, egyben biztosan egészségesebbek is leszünk. És, és ahogy te is mondod, teljesen céltalan ezen vitatkozni, meg a másik embernek a szokásaival foglalkozni. Itt az a feladat, hogy ugyanúgy, ahogy elgondolkozom, hogy nem, nyitom, nem hagyom nyitva az ajblokot, amikor fűtünk. Jó, hogy ez főleg anyagi szempontból fontos. A legtöbb ember akkor kezd ezen gondolkozni, amikor a pénztárcáján érzi, de most tényleg egy olyan korszak jön az emberiség életébe, és Magyarországon is, amikor ezek a környezeti aspektusok, ezek tetszik vagy nem tetszik, be fognak kúszni az életünkbe. Hát és nagyon fontos látni, hogy tényleg, amit mondasz is, hogy nagyon pici a bolygónk, és amikor arról beszélünk, hogy Brazíliában írtják az őserdőt, akkor tudnunk kell, hogy abban Persze. nekünk is van komoly szerepünk, hiszen a táplálkozásunkkal támogatunk egy olyan iparágat, ami írtja az őserdőt. Tehát például az ott, az őserdő helyén megtermelt takarmány növény eljön hozzánk, megeszik itt azok az állatok, amelyeket aztán mi Így érzünk van. meg. És akkor itt körbeértünk. Így van, tehát ezért nagyon fontos, visszatalva az elején beszéltünk az ökolábnyomunkban az étkezés hatalmas szerepére, hogy tényleg első lépésként, ha már arra törekszünk, hogy kevesebb húst, kevesebb tejterméket tegyünk, legyen húsmentes hétfő, húsmentes kedd, nem tudom én, és, ha az interneten, amikor naponta órákon keresztül esetleg csak úgy böngészgetünk, abból egy picit arra fordítunk, hogy mondjuk keressünk olyan recepteket, ami változatos, és elkezdünk barátkozni mondjuk a hüvelyes növényekkel, és nem csak rizibiziben, meg nem tudom, gondolkodunk, hanem illetve megnézzük. A beszerzési forrásainkra is talán, mert hogy nem is alapvetően a hús, illetve nyilván alapvetően a hús is egy nagy probléma, de hogyha az a hús mondjuk olyan forrásból jön, ahol mondjuk legeltető, tehát legeltető állattartás, vagy hasonló, akkor az egy fokkal mégiscsak jobb. Egy fokkal. Persze nem sokkal, igen. Szóval, hogy ez, ami még, még el akartam nektek mesélni, bár még bonyolult téma, de megpróbálom két mondatba összefoglalni, hogy ami jó hír, hogy ezeket egyébként ki lehet számolni. Tehát az élelmiszereknek az előállításának a környezeti lábnyomát ki lehet számolni életciklus elemzéssel. Rengeteg adat kell hozzá. De mondjuk például a blockchain technológia az nagyon meg fogja azt segíteni, hogy ezeket az adatokat be lehet majd húzni az élelmiszergyártókhoz, és én azt gondolom, hogy egy olyan három-öt év múlva már a boltban fogunk találkozni olyan kis piktogramokkal, aminek alapján meg fogod tudni nézni, hogy te most egy normális joghurtot vagy egy növényi joghurtot vegyél, rajta lesz, hogy melyiknek nagyobb a környezeti hatása. És egyébként visszatérve a legetetés és állattartáshoz, az kell tudni az élelmiszerek esetében, itt nagyon sok nem hazugság, hanem egyszerűen városi legenda él, egy élelmiszernek a környezeti lábnyomában mindössze 20 a szállítás vagy a csomagolás. A legnagyobb szerepe annak van, hogy a hozzá felhasznált mezőgazdasági alapanyagoknak milyen volt az előállítása. Tehát amikor azt mondjuk, hogy biztos, hogy minden, amit közel állítottak elő, az kisebb környezeti lábnyom, mint amit messze, az nem teljesen igaz, mert ennek van hatékonysága is. Tehát erre lesznek jók ezek a számítások, mert mert egész egyszerűen tényleg, nagyon-nagyon sok adat kell hozzá, és nagyon kell majd ilyen technológiai fejlődéshez, hogy ez tényleg minden élelmiszeren rajta legyen, de mind a jogszabályok, mind a piac arra halad, hogy ez lehet, lehetővé váljék a boltban, mert ez fog igazán segíteni. Most kicsit akkor beletekintettünk a jövő a blockchain által, de akkor még egy utolsó kérdésként, hogy azért sokat riogatom magamat azzal, hogy is azért teszem mindezt, hogy, hogy legyen étele és itala az én gyermekemnek, vagy leendő gyermekemnek, hogy azt lehet látni, hogy hogyha rossz irányba mennek a dolgok, akkor mikor szembesülünk mi Európában, vagy akár Magyarországgal azzal, hogy nincs elegendő élelmiszer, és valamit rosszul csináltunk? Szerintem már most is egy bizonyos fokig szembesülünk, tehát, hogy ami történik mondjuk az élelmiszerpiacon, az mondjuk nagy asszályoknak is te köszönhető. Tehát azt kell látni, hogy ezek az időjárásbeli kilengések tipikusan a mezőgazdasági termelésre hatnak már rögtön elsősorban, és látjuk, hogy ez ilyen zavarokat okoz a piacon, és az a baj, hogy, hogy, hogy te mondtad ezt a fá, fával nagyon jó példát, hogy most is az volt, hogy mondjuk az ukrán háborúval mindig Azokat fenyegette éhénység, akik Ukrajnából veszik, azok a szegényebb országok, Észak-Afrika a gabonájukat, mert ott egész egyszerűen nem terem meg. hogy szóval azt kell látni, hogy ezek már itt vannak. Ez egyre gyakoribb, ez egyre, egyre gyakrabban fogjuk azt hallani. Régen csak mondjuk a benzin áremelés miatt lett drágább a kifli. Most, most, mindig lesz valami. Tehát, hogy ezt mondtam, hogy a követ, erre kell fölkészülni, hogy, hogy egyre többe fognak kerülni az élelmiszerek a jövedelmünkhez képest, és egyre inkább szerintem visszatér az értéke annak, ami, ahogy, ahogy lenni kell, mert, mert egész egyszerűen ez a túlfogyasztás, ez az állandó csosítás, ez nem folytatható tovább. Az biztos, ahogy szintén az elején elmondtuk, hogy hogyha nem nyúlunk hozzá ehhez, ha, ha így megy minden tovább, és görög ez a nagy hólabda előttünk, akkor abból 2050-re nem lesznek másfélfokos klímacélok teljesítve, és még ezernyi dolog van, és hát különösen a, a privilegió, társadalmi privilégiumok kapcsán éleződhet a helyzet, hogy a szegénység még tovább fog nőni, vagy az éhezés a világban is nyilván. Ez ellen is nagyon fontos ezt megtenni. Nekünk itt a jóléti társadalomban szerintem kutya kötelességünk a gyerekeink miatt, hogy ehhez, tehát a saját ételünkhöz igenis nyúljunk hozzá, mert nem olyan nagy áldozat. Én is ezt gondolom, hogy egyetlen nem olyan áldozat. Nagy áldozatnak tűnik, de én, aki... Egy változás, egy... ami mindig nehéz, de 30 nap alatt mindent meg lehet Ezt szokni. akartam mondani, hogy egyébként pár hónap és, és teljesen át tudja az ember az életét formálni, úgyhogy semmi áldozat. Nem, nem is érti, kell hogy régen mi volt Pontosan, a én ezt tapasztaltam. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és beszélgettünk erről, és hát remélem sok embernek megváltozott a gondolkodása ezzel kapcsolatban, sőt, akár tényleg tabukat döntögettünk. És hát köszönöm szépen a hallgatóinak, hogy ezen a héten is velünk tartottak a holnap után a Grindex fenntartatósági műsorával. Jövő is újabb érdekes fenntartatósági témákkal érkezünk, addig is kövessetek minket a social media oldalainkon, illetve olvassátok a grindexhu t És hát köszönöm szépen, hogy itt a YouTube csatornánkon is most már hétről létre követtek minket. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!